Sziasztok, nagyon nagy szeretettel köszöntelek titeket. Köszönöm szépen a megtisztelő, bevezető felkérés dr. Orosz Ádámnak. Hát ilyen az, amikor az ember nem a családjához megy haza, hanem itt marad segíteni, mert minden húsvét, ugyanis ez a felvétel most húsvét hétfőkor készül. Itt maradtam, és hát nem csoki tojásokat kaptam a kertbe, hanem egy egy felkérést arra, hogy ezt a bevezetőt megtartsam. És hát, amikor Szunim mondta, akkor itt méltatlankodtam, hogy mit mondjak mit én a zenről, már mindenki elmondott róla mindent, és, és hát különben is, és hát annyit mondott, hogy a saját tapasztalataimat. Úgyhogy erről fogok most nektek beszélni. A zen az egy nagyon tiszta és egyszerű út. Itt az egy napot végig gyakorolva tapasztalhattátok, hogy nincs semmi ördöngőség ebben a, ebben a módszerben, ebben a tradícióban. Egy kis bemerítkezést nyerhettetek a mai napon, ami nem feltétlen, hogy olyan túl sok mindent elindított bennetek. Az én utam úgy indult, hogy ezelőtt egy 8-9 évvel én azt mondtam, hogy nagyon szeretnék segítő lenni. Hát ezt a, annyira imádjuk ezt a szót. Én is nagyon magasztosan, és nem tudva, hogy ez mit is jelent, kijelentettem, hogy nagyon szeretnék segítő lenni. És egy másik úton kezdtem a gyakorlataimat, és hát abban a kiviteles... Helyzetben voltam, hogy én először nem a Zent ismertem meg, hanem először csongán Sunimmal találkoztam. Egy kedves barátom hozott el ide, aki, akivel az egységnek közösségben szerettük volna a szunimat elhívni előadni, és én utána kezdtem itt a bemerítkezést, ahogy, ahogy ma sokan ti is. Nekem az első tapasztalatom az, az, mivel már meditáltam x éve, maga, maga, az ülés az nem jelentett kihívást, viszont teljesen kiborultam a sok szabálytól, amit ti még ma nem is nagyon hallottatok egyébként. De, de itt ahhoz, hogy tényleg ez az egész működjön, azért nagyon sok szabályt betartunk, amitől én az elején így nagyon írtóztam, megvágtam az arcokat, hogy most ezt, meg ezt, ezt miért nem lehet, meg ezt, ezt miért nem úgy, hát ez a méltatlankodásban nagyon nagy, nagy tudok egyébként lenni. És hát idővel rájöttem arra, hogy, hogy mivel hál' Istennek itt ennyien gyakorlunk, és sokan vagyunk, és, és ebben a kisteremben, ebben a darmateremben Együtt gyakorlunk bizony, ahhoz, hogy egymással odafigyeljünk, nagyon sok szempontnak kell eleget tennünk. És ö, kezdtem megbarátkozni a, a szabályokkal is, és a magával, a formával nem volt egyébként úgy különösebb problémám, de ez ne higgyétek, hogy mindig ennyire egyszerű a saját tapasztalatom az az, hogyha elvisznek különböző érzelmek, mert hát attól, hogy itt él az ember, attól senki ne gondolja, hogy ez, ez nincs így, akkor személy szerint nekem a leborulás szokott nagyon sokat segíteni, amikor észreveszem magamon, hogy szólni se lehet hozzám, akkor bejövök a darmaterembe, és egy 108-at borulok, hogy valami használható állapotba tudja kerülni, ugyanis nem feltétlen mindig a meditáció az első lépés annak, vagy ebből az útból valami jót tapasztaljunk, bár ugye az egy fölösleges címke, hogy az jó vagy rossz, de ami nekem nagyon sokat tud személy szerint segíteni, az, az a leborulás. És onnantól, hogyha egy kicsit már jobban centerben vagyok, akkor a Viszont a leges legnagyobb mérőm az mindig a 11 órás éneklés, amiből hát azért láttam az arcotokat, hogy páran így le voltatok ma sápadva, hogy atya úristen, ez így mi volt, meg ezt így, ezt így minek csináljuk. Nekem ez a legjobb mérő gyakorlatom. Ugyanis, hogyha ki kell mennem a nagyvilágba intézni dolgokat, vagy, vagy családdal lenni, és visszajövök, akkor általában elég nehezen tudom tartani a, az éneklést, pedig már majdnem két éve gyakorlok. Viszont ez idővel szintén szűnik, és nem az a lényeg, hogy mit gondolunk, meg hogy tetszik-e vagy nem a gyakorlat, egyszerűen érezzük a hatását, és és hát ahogy az ember ezt sokat hallhatjátok, van egy mondat, hogy csak csináld, és ha csak csináld, akkor ez szépen ez a nagyon-nagyon ez széles amplitúdó, mozgó érzelmi valami, ez egyszer csak így kezd lágyulni, és és aztán már csak ránézek az órára, is tudom, hogy éneklés és jövök, és teljesen mindegy, hogy van-e kedvem hozzá, vagy, vagy sem. Hallhattátok a bevezetőben, hogy annak ellenére, hogy én is itt lakok, nagyon sokszor, sőt, mindig, ha van lehetőségem, akkor bejövök és meghallgatom az instrukciókat, mert mert azt tapasztalom, hogy, hogy nem lehet eleget hallani. Egyszerűen akár Ádámtól, Júlcsitól, ma szintén ma is tanultam, és hosszú távon az a, az a tapasztalatom, hogy hogy egymást tanítjuk itt folyamatosan, főleg azok az emberek, akik itt a szangában intenzíven részt vesznek és, és segítenek. Egyszerűen tényleg egymásnak válunk a, a tanítóivá, és ezt sokszor észre sem vesszük, nagyon vicces helyzetek tudnak kialakulni, de a lényeg, hogy, hogy ez tényleg az az út, ami... Amit azt mondom, hogy nem lehet teljesen elsajátítani. Itt nem fogtok beavatásokat kapni, itt nincsenek titkos szobák, meg titkos tanítások. Ezzel a formával, amit ma megkaptatok instrukció formájában, mi ezzel gyakorlunk. Itt van egy napi rend, reggel 5 órakor éneklés, 6 órakor meditáció, a délelőtt azt tapasztaltátok, és este szintén éneklés és meditáció és választhatok az események közül, hogy ezt milyen formában szeretnétek megtenni. Van ez a kis bemerítkezős egynapozzen, zen, zentábor, és aztán, hogyha magát a tapasztalatot szeretnétek bővíteni, akkor, ö, akkor erre van lehetőség. Ö, itt a nem 30 perceket ülünk már később, hanem, hanem 50-eket. És ö, és ez az, amiről, amiről így nagyon nehéz beszélni, hogy, hogy ez miért is jó nekünk, vagy, vagy miért nem. Ez számomra nyilván egy, egy életforma lett, tehát euh, volt az, a, az az életszakaszom, hogy meg volt, meg volt, minden nagyon jó menő karrier, menő autó, szép ház, de, de amikor az emberben mocorog valami, hogy, hogy oké, okay, ez megvan, de, de szeretné lennél valahogy egy kicsit többet, és, és, másképp hozzáadni a világhoz, akkor, elindulsz ezen az úton, ami, ami nagyon sokszor nem, nem egyszerű. Mert hogy az elején mondtam, tök jó hangzik, hogy segítők szeretnénk lenni, csak éppen ahhoz, hogy, hogy jó segítőké válhassunk, rengeteg olyan dolgunkkal kell szembenézni, amit mondjuk egy transzcendens gyakorlat nélkül én azt gondolom, hogy nem lenne lehetőségünk. Nagyon sokszor hívom ezt a helyet egy illúzió vesztőnek. Ha ez a buddha szobor mesélni tudna itt mögöttem, hogy én milyen állapotokban voltam itt dharmateremben, szegény, ha nem lenne megvilágosodva, akkor így fogná így a, így a fejét a két arany kezével. Uh, szoktam viccesen néha mondani a szunimnak, hogy vannak olyan illúzióim, amik egyenesen hiányoznak, mert olyan kényelmes volt vele az élet, és olyan, olyan tök jó volt vele. De de nyilván tudom azt, és, és látom azt, hogy a kis saját hagymahéjaim, ahogy, ahogy peregnek le, és persze termelek is újat, tehát hogy nehogy azt higgyétek, hogy ez egy ilyen állandó folyamat. Uh, de, de így tudok azt érzem, hogy, hogy egy megfelelő irányba ö, tartani, amihez, amihez nekem a zen ma már egy, egy elengedhetetlen ö, gyakorlat, életforma. És, ö, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon szerencsések vagyunk, ö, és nagyon kiváltságosak azért, hogy. Ö, Csongán Szunim létrehozta itt Magyarországon ezt a, ezt a templomot. Ezt, ha Európába szétnéztek, sincs még egy ilyen, és ö, rengeteg munka van benne. Rengeteg munka van abban, hogy itt hétről hétre elvonulások vannak, és számtalan ember ö, megfordul itt segíteni. És ha csak egyszer jössz el a kertbe vagy a konyhába egy tányér támosogatni, vagy egy hagymát a földbe dugni, amiből később nyáron étkezni fogunk, akkor már tettél ehhez a közösséghez, ami egy, ami egy fantasztikus dolog ide tartozni. Vannak olyan társaim, gyakorló társaim, akikkel nagyon sokszor már nem is szükséges beszélgettünk, csak egymásra nézzünk, és pontosan tudjuk, hogy, hogy hogy vagyunk. És már csak egy szempillantással is tudunk egymásnak segíteni. És ez egy fantasztikus, nagy érték, egy, egy nagyon nagy kincs. Ide nem kell kvázi, tehát ide nem nehéz bejutni. Itt egy közös ügy van, az az, hogy gyakorlunk és segítünk egymásnak, és, és nem címkézünk semmilyen más vonalat. Nekem nagyon szimpatikus ebben az irányzatban az, hogy, hogy mi pontosan elismerjük azt, hogy mindenkinek megvan a saját útja. Itt soha nem fogod azt hallani, hogy már pedig te gyerezen gyakorolni, mert ez ez a tuti módszer, és na, te itt fogsz megvilágosodni, és, és mindenkinek ez az útja, ez egy nagyon felnőtt műfaj. Itt bármilyen véleményed van, akár magadról, akár másokról. Itt nem fog a zenmester, vagy a darmamester, vagy a darmatanító oda menni, hogy hogy már pedig most ezt hű, de nagyon nem jól csinálod, nem fognak, nem fognak beleszólni a dolgaidba, elítélni semmi miatt. Ezt vagy te ráérzel ennek az ízére idővel, vagy nem, és hogyha nem, azzal sincs semmi baj. Tényleg hisszük azt, hogy mindenkinek megvan a maga útja, és hát az enyém az ez és nagyon örülök, hogy, hogy ilyen csodás gyakorló társaim vannak, hogy, hogy itt lehetek, hogy ma ti is itt vagytok, és remélem, hogy jó kérdésekkel készültetek Ádámnak, akinek át is adom a szót. Én nagyon köszönöm a figyelmeteket, és kívánom, hogy segítsünk együtt minden lénynek. Köszönöm.